Sziasztok, drágáim! Anami vagyok. Először is szeretnék nektek boldog új évet kívánni. Legyen csodálatos a következő évetek, és remélem, hogy az előző is az volt. Képzeljétek el, hogy én nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert elmondhatom azt, hogy az előző, a múlt évünk, 2018, ez volt a kedvenc évem az Anami program 25 éves fennállása alatt. Azért, mert elindult ellenünk egy lejáratási kampány, és köszönöm szépen először is, hogy ilyen sokan gyakoroltok velünk, mert nem hittétek el azt, hogy az Anami program az oka a világ összes betegségének. Másrészt, nagyon sok szempontból szerencsés volt még ez, ami történt. Azért, mert én nem emberileg akarok harcolni, hogy megvédjek valamit, hanem arra voltam kíváncsi, mivel a negatív erők ugyanúgy az isteni tervet szolgálják, mint a fény. Kíváncsi voltam arra, hogy ez az egész mire vezet. Úgyhogy ahelyett, hogy harcoltam volna ellene, ahelyett figyeltem, és kíváncsi voltam az eredményére. Az eredmények nagyjából beértek. Én azt látom, hogy ez maga a csoda, és nagyon köszönöm a névtelen feljelentéseket, mert az én szándékom is az volt, hogy az Anami program tiszta legyen és legális. És ezt hogyan lehetne jobban megpróbálni, mint a valóságban. Úgyhogy három nagy hatóság is vizsgálta a cégünket és az Anami programot, és mindhárman azt találták, hogy minden rendben van. Úgyhogy semmilyen büntetés nem róttak ki ránk, átmentünk a vizsgán. És ez azért jó, mert az én szándékom is ez volt, hogy tiszták legyünk és legálisak. És még valamire nagyon jó volt ez az év. Nagyon inspirált minket. Azért, hogy kilépjünk a komfortzónánkból, hogy még tovább fejlődjünk. Mert most nyáron elindult egy olyan folyamat, aminek keretében együtt dolgozunk egy csodálatos doktornővel. Bár az orvosi utánkövetés 25 ezer forintba kerül, ez magában foglal egy hőkamerás vizsgálatot is. Ezt mi a gyakorlóinknak ingyen tudjuk biztosítani. És ez azért nagyon jó, mert biztosíték nektek. Ha megnézitek a YouTube csatornánkat, akkor ott több mint 100 esetet találtok, amiben a gyakorlóink beszámolnak arról, hogy miben javult az életük az Anami program hatására. Így viszont most már képileg is fogjátok látni, mivel a hőkamerás térkép megmutatja a jelenlegi állapotot, és megmutatja ezt a fejlődést, amit a biorezonancia, a gyakorlás és az energetizált eszközök hatására értek el. Úgyhogy tökéletesen látható lesz az eredmény egy képen. És ami még nagyon fontos a szívemnek, az az, biztos tudjátok, hogy én is sok gyógyíthatatlan és halálos betegséggel néztem szembe. És az, hogy ilyen tökéletes állapotban vagyok jelenleg, az annak is köszönhető, hogy folyamatosan gyakorlok és használom én is ezt a módszert. Ugyanakkor tudom, hogy betegnek lenni mekkora szenvedés, és tudom, hogy a gyakorlatok mennyire sokban segítik a fejlődést, azt, hogy az ember jobb állapotba kerüljön. Nagyon fontos elmondani azt, hogy mindenki keresse meg az orvost, aki beteg, és használja azokat a kezeléseket, amiket az orvostudomány tud adni, mivel az orvosok munkáját nagyon nagyra becsülöm, hiszen áldozatos munkát végeznek nagyon nehéz körülmények között. Azonban, hogyha szeretnétek ezen kívül még tenni magatokért, akkor az Anami program azzal tudja most segíteni a súlyos betegeket, vagy azokat, akiknek a betegségük romló tendenciát mutat. Vagy kifejezetten nekik összeállítottunk egy olyan kedvezményes csomagot, ami abban fogja őket segíteni, hogy még sokkal többet tudjanak velünk gyakorolni. Azonban biztos tudjátok, hogy az Anami program nem csak a betegségekről szól. Sőt, ha valaki szeretné, hogy az élete bármelyik területén javulás álljon be, vagy jobb állapotba kerüljenek a dolgok, nem csak testileg, hanem lelkileg, vagy a körülmények szintjén is, akkor ebben tudunk segíteni. Mégpedig egy olyan személyes konzultációval, ami egyelőre ingyenes lesz, egy idő után pedig lesz majd egy alacsony ára, ami beszámít majd a terápiás órákba. Én azt javaslom, hogy használjátok ki ezt a lehetőséget, mert személyre szabott, megoldáscentrikus, célorientált. Tehát, hogyha van egy olyan célotok, amit szeretnétek elérni, akkor a megadott időpontokban keressétek majd fel az oktatóinkat. És legutoljára csak azt tudom mondani, hogy csak a fejlődésben és a szeretetben hiszünk. És nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien szavaztok a szeretetre és a fejlődésre azáltal, hogy minket választotok. Nagyon szépen köszönöm a támadásokat, tiszta szívemből szeretek mindenkit, aki ellenünk fordult, és folyamatosan imádkozom értük, ugyanúgy, mint ahogy értetek is. Nagyon szépen köszönöm minden gyakorlónknak, hogy ezt az évet végig gyakorolta velünk, hogy itt vagytok velünk.
ez a leggyönyörűbb dolog az életemben, ami csak létezik. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy vagytok, hogy velünk vagytok. Isten áldjon benneteket, drágáim. Sziasztok!